Visszaérkeztünk a vasútállomásra, itt vagyok a rijekai, vagy a fiumei, hát ahogy jobban tetszik váróteremben, hát nézzétek meg, így néz ki. Szerintem igen, tehát itt ugyanilyen székek vannak mindenhol, egy-két ilyen asztal is van, padok, ott egy ilyen azért hagyományos, olyan azért az a kattogós vasúti óra, van hangos bemondó, és hát nézd, meg viszonylag azért ez egy elég kultúrált váróterem. Úgy magyar viszonyokhoz képest is, nagyon ott van a szeren. Egy-két graffiti van csak, de azért látszik, hogy azért valamennyire tisztán van tartva. Egyébként a mi vonatunk majd a harmadik vágányról fog indulni, de még nem tolták be. De az eredményjelző már ki van írva. Ott beljebb a csarnokban van digitális utastájékoztató tábla, és azon látszik. Hát nézzétek meg itt. Most nem megyek tovább, arról jöttem, most kezdek már így fáradni a nap végén, úgyhogy egyszerűen akkor inkább ide leülök az asztalhoz, és szépen megvárjuk, hogy betolják a vonatunkat, aztán fölcuccolunk rá. Úgyhogy ennyi, most sok érdekesség most az állomáson sincsen. Benne pár személyvonat, de hasonlókat már fotóztam reggel, meg elment egy tehervonat a hátsó vágányon, de mondhatni, hogy ennyi. De majd, ha lesz valami érdekesség, akkor azt úgyis levideózom nektek, de akkor legyen elég ennyi. Úgyhogy majd a vonatról szerintem fogunk még jelentkezni. Ide is jön az ütközőben, nézzétek. Ez a két mozdony jött még idebe. Csak mutassak nektek egy-két horvát mozdonyt is, ezt csak azért mutatom meg. Meg ott alatt be, csak olyan ellenfénybe jönni, szinte pont úgy nem láttok semmit, mint ahogy én. Lána egy napszemüveg nélkül még annyit se. De nem, ez nem jön, ez ott megállt. Ott viszont alatt ki egy másik. Ja, és egyébként ott a háttérben az már a hálókocsi, úgyhogy betolták a mi szerelvényünket is. Nagy nehezen. De elnézünk oda előre. Hát, ha még látunk valami érdekeset. És egyébként itt van, ez még mindig Fiume, vagyis hát itt egy nevén Rijeka, ott van az állomástábla. Tessék, olvassátok el. Hát a többit meglátjátok. Ez pedig a mi szerelvényünk már. Ezek itt a szlovén meg a horvát kocsik. A magyar kocsik hátul vannak, és egyébként pont a másik irányba fogunk menni, úgyhogy miénk lesz az első kocsi. Ott meg a forgalmi iroda, de oda most nem lesek be kamerával, biztos örülnének neki. Hát minden, visszamegyünk a váróterembe. Egyébként itt vagyok még mindig. Hát szerintem egy óra múlva már indul a vonatunk, de hát lassan fel is tudunk rá szállni, úgyhogy innestől kezdve a következő bejelentkezés szerintem már ott lesz a vonaton. Na tessék, itt van a vonatunk, megérkezett a mozdony is, megvan a hálókocsi is. Most már föl is szállunk. És nézzétek, az a két motorvonat egy itt van, és ez pedig itt a villanymozdony, ami egy darabig majd visz minket. Ho-ho. Ho-ho. Ryanair? Ott meg egy Ryanair. Itt pedig a mi vonatunk. Sziasztok, közben megérkeztünk, már rajta vagyunk a vonaton, rajta vagyunk a hálókocsin, és be is rendezkedtünk ide. Hát azért készültünk a visszaútra is. Van itt minden, van víz, és itt van a technika, andes a powerbank, egy fényképező, telefonok, ami csak kell. Hát ezzel a konnektor még valószínűleg most sem fog működni, de azért kipróbáljuk, hát ha mégis. Az nagy segítség lenne, mert egyébként még hosszabbítót is hoztam, hogy egyszerre három dolgot is bele tudjunk dugni, csak idefele sem működött, nem valószínűleg most is fog. Az egész kocsiban nincs áram. Igen, hát most még igen, most hiába próbálkozunk, de hát hogyha elindultunk már, akkor lehet, hogy lesz. Ja, hát igen, itt vannak ezek az éjszakai lámpák, hát idefele úton pont az enyém nem működött. Pont a középső nem ment. Igen, hát lehet, hogy most se fog. Bár ez egy másik fülke, lehet, hogy itt menni fog. És itt a folyosón is van egy-két konnektor, de azok sem működnek. Kipróbáltuk mind vidéket, egyik konnektor sem működött. Igen, ott van. Arrafele fogunk menni, ott van már rajtunk a mozgony. Talán mellettünk egy tehervonat, ó, 69-es. Arrafele meg van a WC, meg a kalauzkocsi. És ez pedig a mi hálókocsink, hát most még nincs átalakítva fekvőhelyesnek, de át lehet. A legfelső már meg is van. Hát, az lesz a tiéd, igen, a legfelső. És már? Enyém lesz a középső. És hozzáteszem, a rendkívül jó, mert hogyha meglátjátok, mert sokkal rövidebb. Egy nagyon jó sufni tuning megoldás, itt egy mo. Itt egy kis pléd, azaz, hogy a lábad legalább ne a rácson legyen. Igen, mert hogy megnézitek, akkor a legfelső az emiatt a csomagtartó miatt rövidebb, mint a többi. Mert itt végződik, tehát a másik az egészen elmély az ablakig. És látszik a különbség. Tehát te már én tudtam úgy aludni, amikor le volt húzva az ablak, akkor a lábamat kilógattam az ablakon. Ja. Annyira, hogy ne legyen túl büdös, kiszellőztettük. A meglevegő fölfele száll. Igen. Ott lesz a legmelegebb. Azt tudni. Nekem itt középen jó lesz, mert hogyha kicsit le van húzva az ablak, és a paraszlékkonti besegít. Hát, vagy megfordítom az ágyneműt, és akkor arrafele lesz a fejem, akkor pont kapom le. Akkor kapom majd a levegőt. Hát azt majd meglátjuk. Idefelé is kibírtuk valahogy. Na, ez az. Nem a Hilton szálló, de azért megteszi. Pontosan. Meg szerintem csak olyan... Amikor elkezd már világosodni, akkor úgyis felébredünk, mert akkor a 29-es vonalon már általában van mit nézni, és akkor jött a Tapolca után már ébren leszünk és sötezni fogunk, vagy nem tudom, valamit fogunk csinálni. Hát valamit, biztos. Van még egy kis pálinkánk is, szerintem nem ittuk meg mindet. Igen, a másik, az szilvát. De bevásároltunk az út előtt, és eddig idáig elcipeltük. Jó, majd hogy a gajdás is visszajön, akkor majd csinálunk egy ilyen összegzőt, hogy mindenki majd elmondja, hogy tetszett neki ez a mai nap, és mennyire volt elégedett a szervezéssel, meg a utazással, meg a mai nap történéseivel. Meg majd esetleg az út végén, majd még a keleti előtt csinálunk egy hasonlót, amikor már majdnem megérkezünk. Úgyhogy aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hát egyre várjuk az indulást, hamarosan megyünk. Úgyhogy majd fogok jelentkezni kicsit később. Gyorsan megvoltál? Menj a másikba. Opátia, most álltunk meg Opátián. Most itt a tenger, most lehet. De mindjárt indulunk tovább. About to you. esti fények is megvilágítanak. És milyen közel van a vasúthoz? Na hát itt jó volna lakni itt közel a vasúthoz, te azt jól tudnál kempelni. Megérkeztünk Székesfehérvárra. Hát eddig nagyjából alvás volt, de mindjárt akkor keleti, és mindjárt is érünk, ott már egyébként a vonatunk. Ja, na, itt vagyok. Benne áll egy fölött, és mi meg itt vagyunk, vagy legalábbis most egyébként csak én vagyok itt a hálókocsiba. Hát igen, itt aludtunk. Jó köszönjük. Volt. Szevasztok, itt vagyunk már a Velencei tónál, lassan, hogy vissza is érjünk a keleti, ott már a Velencei tó. Vagyis hát ott volt, most megint nem látszik, de ez már a gál, vagy gálgolj, vagy tudom is én micsoda. Látjuk. Na, mit gondoltak, milyen utazás volt? Én azt mondom, nagyszerű. Rengeteg élménnyel. Kilométerrel, lépcsőzéssel és sörrel gazdagodtunk. Az biztos. És több száz jó fotóval és videóval. Az biztos. Vagy 500 fotót csináltam én is. Ezért volt. Mert egyébként vízből azért maradt valamennyi. Sőből már kevesebb, de vízből maradt. Ebből is látszik, hogy miről volt prioritásunk. Bizony. De egyébként jó kis út volt, azért is ezt mondom. És ne felejtsük el a két mászlit a nyílt vonali fotóhelyekkel. Bizony, és mind a kettőben milyen szerencség volt, hogy pont akkor jöttem oda, amikor odaértünk. Az egyik, amikor tolatott be a teher az alagútba, meg amikor pont elment egy alak. Esett már a hajnali hűbrenali tolvás is. Ja, hát az azért szép volt hűbrenali tolvásra, de viszont mindannyian felébredtünk szerintem a hűbrenali tolatásra. Hát szerintem biliárdoztak velünk, mert vagy háromszor olyan keményen meglökték a vonatot, hogy majdnem leestem az ágyról. Nem volt semmi. Egy pap, aztán a másik oldalról még egy papot, azért Jubilnál elég érdekesen tolattak. Hát én is azt hiszem. Szerintem biliárdoztak. Ja. Hát én is azt hittem, hogy leesek a legfelső ágyról. Hát én meg a középsőről, az szép volt. Itt az álló. Én nem keltem félre, de hogy a kettők közül valamelyik leesik mellé, most csak észrevettem volna. Hát az biztos észrevetted volna. Egyszer csak észreveszed, hogy így beletted lévő, hogy puf! Hát csak anyag, puf! Kemében ült. Hát meg plak is. Tehát azt leszámítom utána, hogy gyakorlatilag már csak Fehérváron keltem fel, utána egyszer-kétszer még csak, hogy... Hogy még mindig megyünk, annyi, hogy még mindig megyünk. De fogalmam sincs, hol vagyok, mert sötét van, nem látom, de még mindig megyünk. Szerint is volt, igen, alól lehúzva, igen. A vonat megy, akkor hadd menjen. Hát csak akkor lett volna, mert valahogy Kamcsatkánál járunk. Hát igen. Nem mondom azt, hogy addig, ameddig világos nem lesz, addig úgyse tudom, hogy hol vagyunk. Jó, ja, hát szerintem még az akadályi alagútnál, de ott mint, hogy még rév lenne, hogy ott még ébren voltam, hogy átvettük az alagúton, de ez csak az akadályi lehet, más alagút errefele már nincsen. Jajjaj. Na, akkor viszont van még idő aludni. Ja, ennyi maradt, igen. Én pont arra gondoltam, főleg hogy... energiaitalok maradtak. Én pont arra gondoltam, hogy nekem most kedvem támadt még egyhez. Na, helyes. Így, hogy csak azért van. Úgyhogy összességében ez egy jó kis út volt, az a szíjú ízű a vonattal. tengerbefürdés is volt. Na, legközelebb meg majd lesz a CEO Atria. Úgyhogy jó volt. Hát az a konnektor nem működött, az nagyon hiányzott, mert még lemerült az összes powerbankünk. Még jó, hogy nálam is volt kettő. Az egyik még tartja magát nagy nehezen, de nekem már az is megállapodott. Igen, de nekem kettő is volt, az egyik az full lemerült, a másik, még van egy kicsi. Nekem is a 18.200-as csutkára. Úgyhogy ennyi akkor. Itt jó kis út volt, ez azt mondom, aztán majd. Legközelebb, ha nem is eljön, de majd fogunk még ilyenre jönni. Jó volt ez. Érdemes volt eljönni. Úgyhogy egészségetek, akinek még van sor, én már megittam. Végül is. Miért is nem? Választék, pitingelt. Hát a zöld pitingelt. Zöld pitingelt. Nagyon hogy pitingelt. Zöld pitingelt, azaz. Akkor egészségetekkel, és akkor ez így végszónak jó is lesz. Majd a keletiben vég szerintem jelentkezik. Akkor duplán nyomjuk, egészségetek. Azaz. Jó, hát nektek még egy kicsit azért vonatozni kell, Vétbételre szálltam a keletiből, nekem onnan már nem. Nagyon szerint Csabáról. Hát azt azért nem, egy vonatozásból elég volt ennyi. Én a keletibe már csak hazamegyek a keletiből. Fel a metróra vagy a trollira, aztán vagy haza. Vagy a kocsmába. És még ilyenkor nyitva szerintem. Mikor egy viselőm van, még menjek be kocsmázni is. Igazán féktelen. Nem, hát innen már csak haza. Tehát a kameraksia, hogy kibírtak még, vagy másfél órát fölvettem vele. Na jó, akkor ez egy ennyi. Jó, a lencei dolga, akkor búcsúzhatunk és szevasztok. Itt vagyunk újra a keletébe, megint megérkeztünk ugyanabba a kocsmába, honnan kezdtük. Itt kezdtük a logolást, itt is fejezzük be. És mutatjuk. Kocsma, sziasztok! Sziasztok! És hát ameddig ezért nem megy a vonatotok, addig itt elsődözgetünk. Az biztos. Még egy óra körülbelül. Kb. 10 óra, 10-kor megy a 10-10-kor megy a gyors vonat, igen. 59 perc pontosan. Hát akkor meg pláne. Ott a kezdet. Addig nem megiszunk egy-két állókat, igen. Itt kezdtük. Itt is fejezzük be, pontosan. És ugyanúgy sörre. Igen, és ugyanúgy sörre. Itt kezdtük a faszon hétvégét, és itt is fejezzük a faszon hétvégét. Pontosan így van. Kurva jól éreztük magunkat. Mindannyian. Legjobb volt, igen. Igen, és a hétvégére és az utazásra. És a társaságra, meg az utazásra. Ugye volt, hogy fölmászni ott Rijekába, ott a várhoz, az nem volt semmi, de megijedte a kilátásért fölmenni. Már azóta se találtam meg a tüdőmet. Hát azt én sem, az valahol útközben kiköptem, az ott is maradt. Majd valamelyik szervkereskedő elviszi. Hát az övévelben sokat nem tudnak kezdeni, az már szétbagózta. Én is bagóztam egy darabig. Azzal már sokat tudnak kezdeni, én is, de az darabig én is. Csak kérdés, hogy leszokott, vagy leszokott? Igen. Kap be! Figyelj, a bőrös szivartól nem kapsz izét. Csak akkor mondsz, hogy valaki akarja gyújtani. Nekem a májammal nem tudnának sokat kezdeni, szervkereskedők, az már nem sokat. Amúgy a bőrös szivarról csak egy baj van, hogy aztán akkor van baj, hogyha valaki meg akarja gyújtani. Ja, az bőrös szivar. Kopasz ki, jó? Jay és Néma Bobban van az, és a kopasz kígyó. Jaj, na, csinálj nekik reklámot, az Orient Kávézó. Hatikára. És egyébként meg kocsma. Na jó, hát akkor ennyi elég is. Akkor szerintem ez lesz az utolsó bejelentkezés, úgyhogy ezt a hú, de hosszas a lencse. Sziasztok! Sziasztok! Legközelebb találkozunk. Következő vlogban.